Én személy szerint Karácsony Gergelyt szeretném. A mostani főpolgármestert látná szívesen a kormány élén az MSZP jelöltjeként Tóth Bertalan. A szocialista párt elnöke szerint Karácsony Gergelyé a döntés, de ha nem vállalja, akkor sem esnek kétségbe. Nézze, ebben én nem fogok köntörfalazni, ő a legnépszerűbb ellenzéki politikus, Budapest főpolgármester, a legismertebb, a legnépszerűbb, kézenfekvő lenne, de nyilván, hogyha ő ezt nem vállalja, az MSZP-nek lesz jelöltje. Karácsony Gergelyt is kerestük az ügyben, de a főpolgármester nem kívánta kommentálni az MSZP elnökének kijelentését. A híradónk által megkérdezett elemző úgy véli, egyfajta hárítás lehet ebben a pártelnök részéről, hiszen a tisztújítás sem lefutott még a szocialistáknál. Valószínűleg Tóth Bertalan is érzi azt, hogy úgyhogy most saját magát nem csak MSZP elnök jelöltnek, hanem egy miniszterelnök jelöltként is mutatná, akkor az nem venné túlságosan komolyan vehető ki az ő álláspontján. A stúdióban pedig Molnár Zsolt, jó reggelt kívánok, MSZP pártigazgatója. Mit gondol erről az utolsó mondatról, hogy a Tóth Bertalan azért mondta a Karácsony Gergelyt, mert mégsem mondhatta saját magát? Szerintem nagyon egyszerű. Magyarországon Karácsony Gergely nyert egy választást, amely hitet adott az egész ellenzéknek, és legtöbben közvetlenül Karácsony Gergelyre szavaztak. Én amerre az országba járok, sokfelé egyébként, most a petíció, tehát a balatoni petíció miatt sorozatosan jönnek oda emberek és javasolják Karácsony Gergelyt miniszterelnök jelöltnek, tehát szerintem egy népakaratot fogalmazott meg a szocialista párt elnöke, nincs ebben semmi meglepő, értelemszerű lenne ez a döntés, de azért lesz előválasztás, és azért lesz az ellenzéki pártok között sok-sok egyeztetés, hogy ilyen módon dőljön majd el ez a kérdés, de Karácsony Gergely logikus választás nem csak a szocialista párt részéről, hanem azt gondolom az egész ellenzék. Itt szeretnének nyomást gyakorolni rá, hiszen ő azt mondta, hogy ő nem szeretne miniszterelnök jelölt sem lenni. Én egészen biztos vagyok benne, hogy Karácsony Gergely felelős döntést fog hozni mondjuk jövő tavasszal, amikor ez aktuális lesz. Semmilyen nyomást nem szeretnénk gyakorolni. Szerintem a választók azok viszont gyakorolnak Karácsony Gergelyre nyomást, hiszen nagyon népszerű és nagyon sikeres politikus, de azért van az előválasztás intézménye, hogy a legjobb jelölt nyerje azt meg, és felelős döntést meg azt hoz, aki a választás pillanatában eldönti, hogy indul-e, tehát az előválasztás pillanatában. Jó, tehát önök őt szeretnék, de mi van, ha ő tényleg nem fogja? Van-e új jelölt? Természetesen. Ha előválasztás lesz, már pedig biztos vagyok benne, hogy lesz előválasztás, akkor a Magyar Szocialista Párt meg fogja nevezni a saját jelöltjét, aki támogat, lehet ez párton belüli, lehet ez olyan, akit a Szocialista Párt kívülről támogat az előválasztáson, időbe döntést fogunk hozni, de a legvalószínűbb és a leglogikusabb, ahogy a pártelnök mondta, Karácsony Gergely lenne. Kocsis Csake, Olivia Szabó tímet, illetve Jávor Benedek nevét mondta, itt néhány perc, illetve a múlt héten is őket említette. Őket is tudnák például önök támogatni? Korai még erről beszélni, először várjuk meg Karácsony Gergely személyes döntését, hiszen udvariasan fogalmazva a főpolgármesterség kérdésében is korábban elutasító választ adott, ezért korai még erről véglegesen beszélni. Aki megnyeri viszont az előválasztást, és ez a legfontosabb az ellenzéki győzelem szempontjából, bárki is lesz az, aki az ellenzéki előválasztást megnyeri, a Szocialista Párt egy emberként fogja támogatni azért, hogy 2022-ben kormányváltás legyen, és ne felejtsük el, hogy mindez, amiről beszélünk, az nem egy cél, hanem eszköz a kormányváltás megteremtésében. Mielőtt 2021 tavaszáig eljutnánk, azért még önök előtt van a szeptember 19-i tisztújító kongresszus. Mesterházi Attila épít az egyenes beszédbe jelentette be, hogy indul a pártelnöki tisztségért. Ön kit fog támogatni? Viszonylag egyszerű helyzetben vagyok, hiszen a Szocialista Párt társelnöki rendszerben működik. A társelnöki rendszer azt jelenti, hogy egy nő és egy férfi vezeti a Szocialista Pártot, akiknek egymás iránt feltétlen bizalommal kell lenniük. Ebben Kunhalmi Ágnes egyértelműen kijelentette, hogy ő Tóth Bertalannal kívánja vezetni a Szocialista Pártot. Én azt a rövid hasonlatot tudom mondani, egy kicsit egy házassághoz hasonlít ez. Ha ketten házasodni akarnak egymással, akkor az helyes. Ha valamelyikük valakivel nem szeretne, az úgy nem fog működni. Én azt gondolom, hogy akkor lehet ezt a kérdést érdemben föltenni, ha Mesterházi Attilának lenne egy társelnök párja, egy női társelnök párja, nem akarok tippet adni, de másképp állna ez a helyzet. Így azt gondolom, hogy egyértelmű Tóth Bertalant és Kunhalmi Ágnes támogatom. Kunhalmi Ágnes ezek szerint biztos befutó a női oldalról, és mellé már csak férjet, már bocsánat, ezt a hasonlatot ön használta, férjet kell keresni? Maradjunk annyiban, hogy ők egymással kívánnak házasodni, ha szabad ilyen szóképet mondanom.
hogy lesz-e más jelölt, hiszen nem csak Mesterházi Attila jelentette be, egy Őri László nevű harmadik kerületi kitűnő képviselő is bejelentette, hogy indul, és ne zárjuk ki, hogy mások is indulnak, hiszen még bőven van idő ebben döntés hozni. Lássuk meg ezt a lehetőséget, de azt gondolom, és ami a legfontosabb, hogy a Szocialista Pártnak csapatjátékra van esélye, és ebben Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalannal, természetesen kiegészülve Hiller Istvánnal, aki már korábban bejelentette egy interjúban, hogy őket támogatja, és indul a választmány elnöki tisztségéért. Ők hárman kitűnően meg fogják valósítani azokat a célokat, amelyek a szocialista párt előtt állnak, például a 2022-es kormányváltás. Tehát ön őket fogja támogatni? Én őket fogom támogatni. Jó, a Párbeszéddel való együttműködés kérdése ugye nem csak a Karácsony Gergely kapcsán merül fel, a legújabb IDEA intézet adatai szerint az önök támogatottsága 5-6% körül áll. Párbeszéd nélkül azt gondolom, hogy ez küszöbb határon van. Illő tisztelettel nem kívánom a IDEA intézetet minősíteni, de egyelőre még a valósággal nem nagyon szokott találkozni az ő mérésük. Mi, akikkel mérünk, azok az önkormányzati választáson vagy az előválasztáson nagyon pontos képet mutattak arra. Az is lett az eredmény. Sokan kinevettek, amikor azt mondtam, hogy Karácsony Gergely meg fogja nyerni a második fordulós előválasztást, és nem csak azt fogja megnyerni, hanem végül meg fogja nyerni a választást is, ami belső mérésünk egy reális képet mutatnak. De talán ennél fontosabb, hogyha előválasztás lesz, akkor ott mindenki találkozik a valósággal. De itt tenném hozzá, hogy nem az a fontos, hogy a szocialista párt hány százalékon áll, ez is nagyon fontos nekünk, hiszen mi szocialisták vagyunk, de ennél egy dolog fontosabb, hogy az ellenzéknek legyen esélye 2022-ben a kormányváltáshoz, és mindenki ezért dolgozik, és én abban is biztos vagyok, hogy a többi ellenzéki párt is ezért dolgozik. És itt egy utolsó gondolat. Az ellenzéki választók nem szeretik azt, hogyha 5-6-8 ellenzéki párt közül kell választani. Ők azért dolgoznak a munkahelyükön, azért segítik aktivistákkal az ellenzéket, hogy kormányváltást legyen. Pontosan tudják, ha már a kérdés úgy merül föl, hogy melyik ellenzéki pártot támogatja, akkor abból kétharmados Fidesz győzelem lesz. Abszolút egyetértünk ezen a ponton. Az viszont szerintem fontos kérdés mégis, hogy most önök belül mást mérnek, vagy kívülről mit mérnek önökkel kapcsolatban, hogy ebben az egyezkedésben, ebben az ellenzéki együttműködésben kinek milyen szerepe lehet, mekkora szava van, ott talán számít, nem? Természetesen. Induljunk ki abból, hogy 2018-ban volt egy országgyűlési választás, aztán volt egy Európa Parlamenti választás, aztán volt egy előválasztás és egy önkormányzati választás. Ezek azért ki tudnak jelölni egy irányt, ehhez kapcsolódik majd egy előválasztás. Azt gondolom, hogy ezek tények. A aktuális méréseknek van jelentőségük, de hangulaton kívül túl sok mindent nem befolyásolnak, ezért azt gondolom, hogy mindig a tényekből kell kiindulni. Az előválasztás eredménye az egy tény lesz. A napi mérések egy pillanatnyi hangulatot mutatnak, ráadásul könnyen megtévesztőek, hiszen az ellenzéki szavazók nem szeretik azt a kérdést, hogy az sok-sok ellenzéki párt közül azokat melyiket választanak. Megbeszéltük, hogy ők egyetlenek. Természetesen egy tárgyalóasztalnál, persze egy tárgyalóasztalnál nagyon sok mindennek van jelentősége, a sok közül az egyik természetesen a napi mérés. Mi a második legfontosabb akkor? Talán a már melyik szempont? Azt mondta, hogy sok szempont van, a napi mérés csak egy. Kívülről az előválasztás eredménye, hiszen az egy tény lesz, és az előválasztás eredményéből majd lehet következtetni például a listaállításnak az arányaira. Aztán ott van a 2018-as parlamenti, az önkormányzati és az európai parlamenti választás. Ezek közül vannak olyanok, amelyek kedvezőek az MSZP-nek, és természetesen vannak olyanok, amelyek kedvezőtlenek. Hogyha már ön szóba hozta az Európa Parlamenti választás, ott önök kevésbé voltak sikeresek. Igen, ezért most önkritikával mondtam, hogy ez kevésbé, viszont az önkormányzati választáson, meg az országgyűlési meg igen. Tehát ennek az elejéből fog a végeredmény megszületni, de mondom, az a legfontosabb, hogy közösen kormányváltást érünk el. Most már több mint 100 000 támogatták aláírásokkal az egész ország területéről a strandok ingyenessé tételét, illetve az, hogy a természetes vizekhez legyen hozzáférése mindenkinek. Ma fog dönteni a Nemzeti Választási Bizottság erről a kérdésről. Hogyan szól a kérdés? Három kérdést tettünk föl. Talán a legfontosabb, amely mindnyájunkat érint, hogy a jelenleg fizetős köztulajdonban, tehát önkormányzat és állami tulajdonban lévő strandokon ne kelljen majd belépőjegyet fizetni. Ez nem azt jelenti, hogy minden a hurka, korbás, sör, hek az ingyen lesz, de az, hogy azért a szolgáltatás, hogy valaki a vízbe bemehessen, ne kelljen fizetni. Ez így van egyébként a világ demokráciának elsöprő többségében, hogy önmagában a vízbe való bejutásért, azért, hogy a törülközőmet letegyem a partra és bemenjek a vízbe, ezért ne kelljen fizetni. Ez elfogadhatatlan. És természetesen a jövő nemzedékei számára meg kell őriznünk a természeti adottságainkat, vizeinket, nádasainkat, pajtjainkat, kempingeinket, ezért elidegenítési és változtatási tilalmat javasolunk ezekre a területekre, hogy ne lehessen apartmanhoteleket, luxus lakóparkokat építeni ezek helyén. Őrizzük meg a nádasokat, természeti kincseinket, ez nagyon fontos, tehát ez a három kérdés erről szól, de óvatos vagyok, én azt gondolom, nem hűtöttem Pezsgőt
a hűtőszekrénybe nem tettem be. Nagyon csodálnám, hogyha a mai hatalom átengedné ezt a kérdést. Természetesen bizakodok, ott leszek a 3 órás ülésen, és utána tájékoztatom a sajtót, hogy mi történt, de csodának kell történnie, ahogy a mai hatalom működését megismertük, hogy ez a kérdés átmenjen. Viszont, hogyha ez a csoda bekövetkezik, akkor valahol majd találok hűtött pezsgőt. Én azt mondtam, hogy több mint 100 000-en támogatták, ez a szám, ez mekkora? Van-e pontos szám erre vonatkozóan? Elhagytuk a 100 000-et múlt hétvégén, összesítjük, hiszen az ország minden részén gyűjtjük, ha most ilyen nagyságrendet kéne mondom, 110-120 000-nél járhatunk, de ne keverjük össze, ez egy petíció, az aláírásgyűjtés, a névszavazásért, ha bekövetkezik a csoda, és ma esetleg pezsgőt mondtunk, az utána következik le, hogy a 120 napunk lesz rá, mi 400 000 aláírást ígértünk erre az esetre, tehát a kétszeresét a szükségesnek, egészen elképesztő mennyiségű lelkesedéssel, aktivistával és nagyon pozitív hozzáállással találkoztam, nem csak Budapesten, hanem az ország olyan részein, ahol bizony a szabad vizek, a tavak messze találhatóak. Ezek szerint délután 3 órakor lesz döntés, és ön maga is ott lesz, és arra számít, hogy nem fogja elfogadni. Attól tartok, ismerve a hatalmat, hogy nem fogják elfogadni, viszont hiszek benne, hogy vannak csodák, láttunk már ilyet, ha ez bekövetkezik, akkor 400 000 aláírásra fogok visszatérni körülbelül 4 hónap múlva. Így legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.